első osztályosok zenés verses összeállítása adta a Jászmin iskola karácsony köszöntő műsorát. A legkisebbek nagyon felkészülten álltak a tornaszoba rögtönzött színpadára, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek az utolsó tanítási napon. 48-an vagyunk az osztályokban, a két első osztályban, úgyhogy mind a 48-an szerepeltek. Nagyon sok hiányzónk volt az utolsó héten, de rengeteget köszönhetünk a szülőknek, akik behozták a próbákra a gyerekeket, meg az előadásra is, úgyhogy így mindenki itt volt. Szerintünk nagyon fontos az, hogy a karácsony lényegét lássák a többi gyerek, és nagyon fontosnak tartottuk a betlehemezést, hogy bekerüljön egy kis pásztorjáték, ami látványos is, meg szívesen is veszik is, meg adják is elő a gyerekek, meg hát a sok-sok versének, ami szintén nagyon fontos. A hagyomány, hogy mindig az elsősök készítik a karácsonyi műsort. Hát körülbelül egy hónapja osztottuk már ki a verseket, tanuljuk a dalokat, próbálunk. Azért kicsit nehéz, ugyan két osztályt mozgat meg, ezért mindig megtalálni azt a kellő időpontot, amikor tudunk próbálni, de azért nagyon ügyesek voltak. Úgy gondoljuk, hogy feltétlenül nagyon fontos számukra a karácsonyra való ráhangolódás, megismerni tulajdonképpen karácsonyi népszokásokat, és ezáltal úgy közelebb is kerülnek az ünnephez.